A Múzeumok őszi fesztiválja rendezvény sorozat negyedik állomása az Alkossunk Együtt címet viselte. Ez alkalomból október 13-án a Karacs Ferenc Múzeumban várták az alkotni vágyó gyermekeket és szüleiket. A délutáni foglalkozáson vizuális szakemberek közreműködésével különböző technikákat próbálhattak ki az érdeklődők. Őszi fesztivál keretében ugye mindig van egy ilyen alkotós napunk, ami eddig a nagyrajzolás nevet viselte, most pedig alkossunk együtt. Mégis a cél az ugyanaz, közös alkotásra várunk nem csak gyerekeket, hanem felnőtteket, idősebbeket, fiatalabbakat. Mindegy, hogy, csak ne sehogy. Valami ilyesmi a mottója arra, hogy közös alkotásra buzdítsuk, illetve buzdítsák a szervezők az embereket, gyermekeket, fiatalokat, időseket, hiszen ugye mindenkiben ott rejlik, akár a gyermek, akár az alkotó, és ennek a kiaknázására most egy ilyen alkalmat ragadtunk meg. Az intézmény 2009 óta vesz részt a Múzeumok őszi fesztiválján. A rendezvény célja, hogy a gyerekek számára szakemberek segítségével mutassák be a képzőművészet egy-egy ágát. Idén Beregszászyné Karászi Judit és Beregszászy Tamás kalózolta a gyerekeket a művészet az alkotás világába. Nagyon ügyesen tudod a formákat kerülgetve festeni. Tudsz az élével és az ecsetnek meg a lapjával. Én ezt a kettőt választottam. Szép színeket választottál hozzá, ez például teljesen illik ehhez is. Kézműves foglalkozást tartunk a párommal, Beregszászy Tamással, aki a Csenki művészeti tagozatát vezeti. Az ő csoportjára mindenképpen számítunk, csoportjaira. Velem dekupás technikát lehet kipróbálni, illetve akik ismerik, azok most itt talán egy új oldaláról ismerkedhetnek meg. Tamással pedig kavicsfestés lesz, és talán agyagozásra is sor kerül. A festészet az minden korosztály számára egy izgalmas dolog lehet, talán kavicsra nem mindenki próbálkozott még. Itt nyilván egy kisméretű gömbölydett tárgyról van szó, aminek érdekes az anyaga, a felülete, tehát teljesen más, mint ha papírra festenének a gyerekek. Hát a plasztikáját érdemes kihasználni az anyagnak, és talán a vonalasságából kiindulva egy újfajta, egy térbeli valamire alkotni talán érdekes lesz a gyerekeknek. Egy dekoratív kis tárgy keletkezhet, amit akár praktikusan levélnehezéknek, vagy egyszerűen csak dísztárgynak használnak. A dekupázsal is számtalan hasznos kis tárgyat lehet készíteni, nem csak a dekorativitását, nyilván azt emelném ki, itt az egyedisége azonban a hangsúly. Hát hozott anyagból dolgoznak a gyerekek, tehát szalvétákat Tamás választott, azokból fognak kreatívan alakítani és beledolgozni, tehát nem feltétlenül csak a szalvéta motívum marad, hanem ebbe egy picit tovább lehet gondolni a mintákat is. A Múzeumok őszi fesztiváljának keretében legközelebb október 19-én várják a közönséget a Karacs Ferenc kollégiumba délután 4 órára egy fegyvertörténeti előadással, november 5-én pedig családi nappal készülnek a múzeum munkatársai a tartalmas kikapcsolódásra vágyóknak. November 12-én Karászi Judit kiállítás megnyitójára invitálják a művészeti érdeklődőket, valamint november 9-ig tekinthetik meg a Rákosi Börtönéi címet viselő vándorkiállítást.